Köszöntelek benneteket szeretettel, itt összegyűlt testvérek. Kétféle koronáról szeretnék szólni nektek. Gézától meg Saroltól, a szüleitől a Vajk nevet kapta. Mostanában olvastam, hogy ennek a jelentése a hős. A keresztségben, amit úgy látszik, hogy kamaszkorában részesült benne, a keresztségben az érkező bajor meg passaui térítők a passaui egyházmegye védőszentjét, a vértanú Istvánt nevet adták Vajknak, a hősnek. És ahogy néztem, hogy mit is jelent az István név, a nagy legenda segített többek között. István nagy legendája, ezt a rövid mondatot írja erről. Hisszük, hogy Isten is ezt akarta. Hogy Isten is ezt akarta. Mert előre jelezte, koronázott lesz majd ez a szolgája. Koronázott lett kétféle koronával. A királyi koronával, másrészt pedig a szentéletű férfi koronájával. Azt, hogy magyar hazában vagyok, itt a Kárpát-medencében. Jól lehet, sokféle vér és gén az, amit hordozok. De az, hogy magyar vagyok, a Kárpát-medencében, neki köszönhetem. És azt, hogy keresztény vagyok, neki köszönhetem. Az első a királyi korona. Nem csak a rivális koppányt kellett, meggyőzni nem lehetett, legyőzni kellett ott Veszprém mellett, hanem más törzsfőket is engedelmességre kellett bírni. Sokat tűnődtem ezen, hogy érdemes volt-e, aztán csak-csak rájöttem. Más törzsfőket is engedelmességre kellett bírni. És ebben a két leghatalmasabb, az erdélyi Gyula volt, meg a marosvári Ajtony volt. Mert érezte és tudta azt, hogy a széthúzó törzsek és törzsfők, hogy előbb-utóbb a nagyobb országoknak a befolyási körzetébe fognak nem csak tartozni, hanem azoknak a hűbéreseivé is fognak válni. Akár nyugaton, Német-Római Birodalom, akár délen, Bizánc, akár keleten, a Kazár Birodalom, vagy pedig, most nagyon aktuális, a kijevi Rusz vonzáskörzetébe kerülnek, és mivel erősebbek, ezért szét fogják szedni ezeket a kis, önmagukban erőteljes, de mégis kevés törzseket. Ő nagyobb dologban gondolkodott, és ez nekem nagyon fontos volt, és neked is, nektek is, hogy nem azért, mert karrierista volt, hatalommániás volt, ez majd a második koronánál derül ki, hanem mert nagyobb valamiben gondolkodott. Ő azt akarta, hogy egy Európában megálló ország jöjjön létre. És amikor Ezerben kérte és megkapta második Szilveszter pápától a koronát, persze a német-római császár harmadik Ottó
egyetértésével, akkor lehetőséget kapott arra, kettő dologra. Az egyik az az, hogy belépjen ez a megkoronázott ország az európai elismert nemzetek közé. Másrészt pedig a gyakorlatiasságot, hogy elkezdhette a nagyszabású ország szervezését, amit régóta ámulattal nézek, figyelek, olvasok róla tanulmányokat, monográfiákat, ámulattal kalaplevéve nézek. 4 évtized adatott neki, 42 év az uralkodásra, nem kevés. Valószínű ennyi kellett, és ami urunk is tudhatta, hogy ennyi kell ahhoz, hogy egy ország létrejöjjön, és nem csak törzsek, egy ország létrejöjjön Európában, rivális nagyhatalmak között, egy önmagában másokkal kapcsolatot építő ország is létrejöjjön. Hosszú lenne, te sem vágysz rá, én igen, de megfogom magamat, hogy ezt részletezzem. Csak éppen címszavakban a törzsfőket nagyon okosan nem csak megregulázta, ha csak ez lett volna, akkor ő despota lenne, lett volna, hanem királyi tanácsot hozott létre, amelybe sok mindenkit meghívott, és őket is meghívta. Az együttműködésre hajlandó törzsfőket is meghívta. És a királyi tanácsban döntéseket, törvényeket dolgoztak ki, hoztak. És érezhették a kicsit megszelídült, azért nem vitték túlzásba, kicsit megszelídült törzsfők, hogy mégiscsak számítanak. Királyi vármegyéket hozott létre. Azt mondják, hogy ez a legnagyobb tette, amit tett. És ez még a templomban is el kell ismerni. Jól lehet, mi majdnem sokára mondom, mást szoktunk hangsúlyozni. De a királyi vármegyéknek a létrehozása, hogy hányat erről a történészek vitatkoznak, de hogy sokat, az biztos. És ezeket udvarházakkal, várakkal, föld és fából épített várakkal, katonákkal látta el, ezek körül települések jöhettek létre, és ott a vár mellett vásárok jöhettek létre. Gazdaságilag is, védelmileg is, ez nagyon jó volt. Ez a vármegye rendszer máig él. Most már újból vármegyének mondjuk. Aztán nyilván erőteljes hadsereg kellett. Aztán törvény napokat tartott. Először Esztergomban, mert ott volt kezdetben a Gézának is, és őnek is, Istvánnak is a székhelye, aztán Székesfehérvárott, és közben, amit tudunk, és ami nagyon megfogja a még működő agysejtjeimet. Országjárásai során, ami nem csak arról szólt, hogy potyára kajálni menjünk különböző helyekre, hanem másról szólt. És amely ennek az uralkodónak, akit akár szerettek, akár nem szerettek, mégiscsak láthattak újra meg újra. És érezhették azt, hogy nem csak az erős keze van meg, hanem a dobogó szíve is, és a működő agyveleje is megvan. Tehát az ország járásai során is törvénynapokat tartott. És aztán ezeket a törvényeket foglalták törvénykönyvekbe. 2 törvénykönyvbe is. Úgy tűnik, az esztergomi érsek lehetett az, aki meg volt azzal bízva, hogy írásba tegye át ezeket a törvényeket. Amelyeket persze ki is hirdettek. Pénzt veretett. Ezeket a vásárokon hozták forgalomba.
saját jövedelemről okosan gondolkodott. Só monopólium, ezüstbányák monopóliuma, és a királyi birtokoknak a jövedelmei, és adók. Püspökségeket hozott létre, Szilveszter pápának az engedélyével. Tizet is, tudjuk, és falusi plébániáknak a sorozata született meg. 10 falunként egy-egy templom, hogy épüljön meg, és apátságokat hozott létre, bencés apátságokat, viszonylag sokat. És ezek a kultúrának lettek a bölcsői munkálói. Egy ország kezdett összeállni, megszerveződni, jogszerűvé válni és erőssé válni a munkálkodása során. Ez az első korona, amiről akartam szólni. A második, a szentéletű férfi koronája. Gézával ellentétben, édesapjával ellentétben, akiről és ez számít, az akkori kortárs vallomások, források, akár a Kárpát-medencében, akár Európa szerte, Klünyi apát, más apátoknak a beszámolói. Ezekből lehet következtetni, és nem a későbbi átpolitizált István képekből. Tehát Gézával ellentétben ő nem duhajkodó életformát vitt, távol állt ezt tőle. Az életvitelében a mértékletesség az, ami megvolt. Azután, hogy mi adja még, hát ilyen kis mozaikok ezek, amelyek, hogy így mondjam, a szent életű férfi koronáját vagy ragyogását tükrözik. Tehát az életformája, amely nem duhajkodó volt, egy másik ilyen morzsa. Imádkozó ember volt. Ezt a legendák is, a szenti avatás előtt készült kis és nagy legenda is mondja, tükrözi. És nem csak azt csinálta, amit mondjuk egy-egy túlhajszolt szülő, hogy csak küldi gyermekét a templomba, vagy Isten tiszteletre, hanem ment is vele. Vagy jobban mondva, ő ment, és akkor jött a család is, ameddig hajlandó jönni a felnövekvő generáció. Tehát nem csak ő maga, nem csak épített és építetett templomokat, és nem csak ünneppé tette a vasárnapot, ami mellesleg még pihenő nap is, és arra is jó, hogy ne dolgozzuk agyon magunkat. Nem csak kötelezővé tette a vasárnapot, hanem ő maga is megtartotta. Templomjáró, imádkozó ember volt. És nem csak idős korában. Az akkori oklevelekből a történészek erre figyeltek föl és mutatnak rá, a ilyen birtokadományozó oklevelek, és így tovább, hogy ott az adományozót, hát azt nyilván hát mindig jelzőkkel látják el. Hát többek között ilyen szerény jelzőkkel, hogy már, tehát ez általában Európa szerte az oklevelezésben, hogy invictus, legyőzhetetlen, és gloriosissimus, és a legdicsőbb, és így tovább, jelzőkkel látják el. És Istvánnál ilyeneket nem írnak. Hogy ezeket ő badarságnak gondolhatta-e, remélem.
És az, hogy az ő neve elé vagy mögé, ezt ez a latin szórendtől függ, hogy egy más jelzőt tettek oda, és könnyen lehet, nem tudjuk, én meg főképp, hogy ezt talán István is akarta. Csak ezt tették oda, hogy Pius, kegyes, kegyes uralkodó. A legkényesebb pont, hogy ellenfeleivel hogyan bánt. Utólag ezt átszínezték, akár már a 14. századtól Kálti Márk, aki legenda kompozíciót állított össze, akár már ő egy kicsit a kíméletlen királynak az attitűdjében ábrázolta Istvánt. És ez sokáig végigment, akár a 20. századi Kós Károlynak a regénye, az Országépítő, és minden megbecsülésem Kós Károly, aki az erdélyi és magyar kultúrában egy kiemelkedő alak. De ez a regénye, ez nem sikerült. Ebben is ő azt a hagyományt viszi, amit a legkorábbiak nem mondanak, hogy kíméletlen volt. És kőszívű volt, aki a jó cél érdekében önmagát is szétfegyelmezte, meg az országot is, meg az ellenfeleit, meg főképp. Nem megyek a részletekbe. Az látszik az egykorú forrásokból, hogy az ellenfeleivel nem kíméletlenül bánt, hanem határozottan, de humánusan bánt. Akár ez még koppányra is áll, ajtónyra főkép áll, és bizony még vazulra is áll. Vége felé közeledem. Nem csak ő volt meggyőződéses keresztény, és ez talán egyéni legnézve a legfontosabb, hogy csak képmutató volt-e, vagy meggyőződéses volt. Ő úgy tűnik elénk, mint aki meggyőződéses keresztény volt, és vonzott is maga köré, és aztán kölcsönösen szent életű emberek oda-vissza a kapcsolatban, a felesége, aki aztán boldoggá vált, Gizella. A fiúk, hát gyermekeik csak meghaltak, és aztán Imre a fiúk, aki szent életű lett, és a nevelője Gellért, akit bevonzott Imre mellé István. Az intelmek, amelyet persze nem ő írt, de hát ehhez hozzá kell szoknunk. De ezt mondják a kritikus történészek is, hogy Istvánnak a vezérgondolatai vannak benne, és Istvánnak az átnézése is ott van benne. Az intelmekből kettő dolog is előragyog. Az egyik, azt nagyon értjük, értitek, családapák, családanyák. A gyermeke iránti nagyon bensőséges szeretet. A másik pedig, az nekem is, meg nektek is fontos. A közösség, és az nem csak egy város, de az is nagy dolog, ha egy városért tudok tenni dolgokat. Hanem, tehát a közösség, amely egy egész ország, hogy az iránt való felelősség, és nem kíméletlen felelősség, hanem szerető felelősség előragyog az intelmekből. Egyébként még az első törvénykönyvnek a kicsit hosszabb törvényeiből is. Kétféle korona. Egy ország jött létre,
nagy megpróbáltatásokban végül is Máriának fölajánlva azóta is. Sem István nem felejt el bennünket, sem a boldogasszony nem felejt el bennünket. Amen. Thank you.